Ismételten felhívom kedves utasaink figyelmét, hogy a vonaton tilos a dohányzás. Olasz-Piszkatolcs vállomás következik. Leszálló utasainknak köszönjük, hogy a járatunkat választották. Megy itt a tolatgatás, ezerrel, azzal jöttünk egyébként, azzal a szerelvénnyel, ugye Miskolc Tiszain válik ketté az IC, és ugye az egyik fele hidas németi fele megy, a másik fele pedig hát erre, amerre mi vagyunk, Sátoralja új helyre. És hát nevezhetjük Sátoralja új helyet vonattemetőnek is, hiszen ugye hát az utolsó útjaikat ide teszik meg azok a járművek, amikre már nincsen szükség. Ott egyébként hátul, jó hátul van, azt nem tudom, hogy fogom tudni nektek lefilmezni, de tervem lefilmezni. Ott egy 366-os, azt hiszem, az a vezérlő, tehát egy 300-as sorozat, az biztos. Itt pedig rengeteg kocsi, tehát van itt minden egyébként. AB kocsi, BHV-k, első osztályú, másodosztályú, és közben szél is van, ezt elnézéseteket kérem. Ott megy ki a szerelvényünk, szerintem egyébként mi majd azzal fogunk menni haza konkrétan, tehát szerintem az majd a 18 óra 4 perces induló lesz. És közben egyébként mindjárt ki fog húzni az IC, ami megy Miskolc Tiszai fele. Itt a dögsor, amit itt könnyen meg tudunk nézni. És hát láthatjátok, hogy ezek a kocsik már tulajdonképpen csak arra várnak, hogy mikor lesznek bedarálva. Tessék, ez például egy nemzetközi forgalomba hozható, ugye rices kocsi, 140 km/h engedélyezett. Ott meg a háttérben a 300-as vezérlő. Mellettünk egy B.O. kocsi, ő 120-as. Ezek másodosztályúak. Itt van. Hát én ezekkel mindig bajba vagyok, hogy ez most BHV-e. Szerintem egyébként az, de mindjárt kiderül, itt az oldalán úgyis fent lesz. Nem, ez egy B kocsi, bocsánat, én egyébként kocsikban nem vagyok jó, és őszinte leszek, túlságosan nem is izgatnak, tehát így az alapokat tudom, amik így a mai nap közforgalomban vannak még, de őszinte leszek, soha nem vesztem el ezekbe, hiszen ebben a kocsiban például pontosan olyan elrendezéses ülések vannak, mint mondjuk egy sima BHV-ba, tehát én ezekbe úgy nem mentem bele soha, hogy őszinte legyek. Tessék, itt egy másodosztályú. Fogalmam nincs, hogy ez B-s kocsi, ha jól látom. És hát ez már durván megvan.
Sérülve? Hát igen. Tessék. Ki van csontozva rendesen. Szerintem minden olyan dolgot kivettek ezekből, amire volt szükség. Bár mondjuk ez nagyon csontozva nincs is, mert az ülések megvannak, az asztal megvan, a szemetes megvan. Még azt sem mondanám, hogy ki van csontozva. Szerintem ami hasznosítható volt mondjuk egy ilyenből, azokat azért úgy kikapdugosták, aztán ennyi. Persze én azt mondom egyébként, hogy nem feltétlenül kell ezeket sajnálni. Nyilvánvalóan van egy nosztalgia érzése bizonyos kocsikkal az embernek, de elavult, korszerűtlen kocsikról beszélünk, melyeket valószínűleg egyébként úgy gondoltak, hogy ez például egy Békés Csaba vonos, szintén nemzetközi forgalomba hozható 140-es kocsi volt, tehát úgy gondoltak, hogy már nem érdemes őket esetleg megújítani, és ezek szépen lassan arra vannak ide bekészítve, hogy megkapják a végső búcsújukat, és az így egyébként ez az életrendjen a maradjunk ennyibe. Tessék, nézzetek be a kocsiba! De van itt érdekesség még, ugyanis itt van Sátoralja Újhelynek a vége, ott kezdődik Újhely, ami már szlovák oldal, és láthattatok, sajnos nem értem ide időbe, hogy ezt a vonatot normálisabban lefilmezzem nektek, de hát így, ahogy meglett igazából. No, és akkor egy kicsit tegyük helyre, hogy hogy is néz ki itt a vasút. Tehát az a szélső vágány, a legszélső, tőlünk most legtávolabb leeső, az jön Sátoralja Újhely vasútállomás felől, és ez itt pedig arra, képzeljétek el, Ukrajna fele, Csap fele halad. Itt még jó pár szlovák települést érint, jó pár megálló, jó pár állomás után éri el Csap vasútállomást, ami ugye jelenleg már Ukrajna területe. Hát igen, azért ez tényleg jól néz ki. És a háttérben ott van valahol egyébként, gondolom ott a legtetején a hegynek, egy ilyen magas hegyi kilátó, de azt írja a Google térkép, na nem mintha most elindultunk volna hegyet mászni, de azt írja a Google térkép, hogy átmenetileg zárva van, szóval, hogy sok élményben nem lett volna részünk, nem tudtunk volna felmenni. Nem tudom, hogy milyen okból van zárva, de... Vagy hogy egyáltalán a Google térkép jól mondja, hát ez egy megint egy másik kérdés. És itt az állomás, ugye? Slovensko Nomesto. Novemesto, bocsánat. Majd a Móniki javít. Nem így kellett volna mondani, biztos. Felvételi épület, itt pedig már a peronok. Mindjárt meg is nézzük, van még itt egy kis időnk bőven. Kis időnk bőven, ez ilyen kicsit ellenmondásos, nem? Hát igazából egyébként még 1 óra 5 percünk van. Ami nem sok, de nem is vagyunk túl távol a állomásunktól. És milyen kis hangulatos itt a fenyőkkel teletűzdelt út ki a peronokhoz. Egy teher bőgeti a motor, de az már akkor is bőgette, amikor jöttem. Hát így kell elképzelni a környezetet. Igazából semmi extra. Ennyi. No, egyébként Sátoralja Újhelyről azt kell tudni, hogy egy kis város,
de egyébként a Hegyalja tájegység, ahol most is vagyunk, annak a legnagyobb városa, és egyébként a Sátorhegyekről kapta a nevét. Egyébként annak idején Sátorhalmának nevezték. Tulajdonképpen képletesen mondva a Zemplén fővárosa, és hát nézzetek meg, nem tudok betelni ezzel a háttérrel. Most már sajnos lement a nap, bár már hát ne, még nem ment le, de már nagyon-nagyon közel van ahhoz az állapothoz. De ugye a hegyek már takarják, és már nincs az a nagyon szép kompozíció, amit a naplemente okozott. Most már a hegyek mögött van bőven a nap, és pozitív azért az, hogy itt vagyunk. Én ugye február utolsó napján vagyok itt, de nektek ez március első videója lesz valószínűleg. Szóval pozitív, hogy itt vagyunk 4:30-kor, és még mondhatni világos, hogy ilyen szürkületi időszak van. Azért emlékszem, amikor karácsony környékén 3:50-kor fullra besötétedett. Ez nem volt annyira poén. Jaj, nagyon hangulatos egyébként, tényleg itt az állomás. Visszaértünk. És hát egy ilyen kellemes 20-25 perc volt egyébként a séta szlovák oldalról, szóval könnyen abszolválható. 2 óránként van vonat, bár azt hozzá kell tenni, hogy az utolsó vonat, ami fel is ér Pestig, hát az ez lesz, amivel mi megyünk, ez a 18:04-es, tehát elég hamar elmegy az utolsó. Igazából, hogyha Pest a fő célpont, egyébként vannak még vonatok, nyíregyházi személy, talán még Szerencsre van külön személyvonat, szóval van azért még egyéb járat. No, láthatjátok, hogy majd a Zemplén IC-vel fogunk menni, aminek ugye közvetlen kocsijai vannak a keleti pályaudvarra tartó vonathoz, hiszen Zemplén IC-k csak Miskolcig leszünk, kis fókuszt adjuk vissza, köszönöm szépen. Szóval Zemplén IC-k majd csak Miskolcig leszünk, hiszen onnan majd Hernád nemzetközi vonat leszünk, hiszen a Kassa felől érkező nemzetközi vonatba fogunk becsatlakozni. Így van. És majd vagy ez a vonat lesz a személyvonat, ami még lemegy a Tiszaira, de ugye az már Pestig nem. Nem tudom itt a fordulókat, vagy ő lesz az első reggeli IC, fogalmam nincs igazából. Valószínűleg egy szili lesz, azt megvárjuk, és igazából utána hát felszállunk, mert pár perc azért még annál több. 15 óra is indulunk. De azért nem akartam sakkozni, hogy az utolsó percbe essünk ide-vissza, mert aztán ez az utolsó vonat, azt itt ragadok. Na, a refit már levette, ugye állomáson belül. Úgy tudom, hogy hivatalosan nem kötelező, csak illik. És a 3:72-es gyöngyszem lesz. És hát igen, színes kocsi összeállításokkal közlekedik ez az Intercity, ahogy a milyen kis egyébként.